Senki sem születik úgy, hogy gyűlöli a másikat a bőrszíne, a származása vagy a vallása miatt. Az embernek meg kell tanulnia gyűlölni, és ha képes a gyűlöletet elsajátítani, akkor a szeretetre is meg lehet tanítani, mivel a szeretet sokkal természetesebben fakad az emberi szívből, mint az ellenkezője. Nelson Mandela. Vloggerkednél, de nincs mi... Az megvan, hogy a Digital World-nél nem csak gyönyörű esküvői fotókat és videókat, de céges promók és rendezvények vagy menő ingatlanok kisfilmjeit is elkészítik neked. Korrekt minőség, remek áron, kényelmesen. A műsort támogatta a kocsiguru.hu. Az egy kanapé mai adásából. Az ex-szépség királynő mesélt a versenyeket övező városi legendákról, és titkos részleteket is árult el. Kiderült az, hogy a lányzónak az akkori barátja, vagy nem tudom, egy kicsoda, tehát bevásárolta magát a zsűri tagba. Felidézte kalandos megismerkedésüket férjével. A csutit onnan ismertem, hogy így hetente, két hetente mindig új lányjal jelent meg így a baráti társaságban, úgyhogy elég nagy kételjel indultam ennek a kapcsolatnak neki. És persze nem hagyta szó nélkül a Tibi atya nevű mémoldal rágalmait sem. Egy, ő leginkább amiatt van ki, hogy mi a gyerekkel reklámozunk. Nem igaz? Tehát, hogy mi abszolút elhatárolódunk ezekkel a reklámoktól, de arra gondol, ami a gyerek... Hogy a gyerekkel, tudod, mindig azt mondja, hogy kiskutyával, kisgyerekkel mindent el lehet adni, hogy ti a gyerekeiteket kiteszitek, ezáltal sok követőtök van, ezáltal nyilván nagyobb a reklámértéketek. De a gyerek előtt is léteztem, és nem 2018. szeptember 14-én lett ez az 500 ezer követőm. Ha kíváncsi vagy, hogy ki lesz az adás meglepetés vendége, vagy hogy miért nem beszélt apjával és testvéreivel 8 évig a gyönyörű üzletasszony, hogy mit gondol az influencer életről, vagy hogy kikapja fel otthon hamarabb a vizet, akkor mindenképpen tarts velünk. Egy kanapén Kulcsár Edinával. Nekünk fontos a visszajelzés. Ha tetszett, amit láttál, kérlek iratkozzál fel és kedveld a videót. Üdvözletem mindenkinek, szép jó napot kívánok! A mai vendégem 2014-ben Európa legszebb, a világ második legszebb, és Magyarországnak is a legszebb nője volt. Azóta egyébként már két gyerekes anyuka, üzletasszony, itt ül mellettem Kulcsár Edina. Hello, jól mondtam mindent? Szia, jól. Bár általában Magyarországgal szokták kezdeni, és akkor ugye úgy, hogy ne viccelj már, ki az, aki Magyarországgal kezdett? Ez sokkal, sokkal nagyobb buli, nem, hogy Európa első, világ második, és egyébként Magyarországon is első, tudod. De jól mondtam. Jó, mondtam, királyság. Nem sokat változtál, pedig azért eltelt egy pár év, túl vagy már két porontyon. Hát tulajdonképpen majdnem, hogy a szülőszobába jöttél hozzám, annyira pici, még ekkora, itt van egyébként a baba is, alszik. Nagyon pici. Nagyon pici, pedig cuki. Holnap lesz 5 hetes, úgyhogy most már azért telik múlik az idő, de nagyon picike, úgyhogy. Hát muszáj magammal hoznom, mert hogy hozzám van láncolva konkrétan, amit persze én nem bánok, bár van, amikor azért... Akkor ezek szerint nem tápszereztek? Nem, de hogy anyatej. Így van. Hát nem mondom, hogy mi bánja, de elvileg... Azért... Fél mellben amúgy jó vagy? Tehát most jól néz ki? Igen, most hát, van. Én azt nézem, hogy azért, de már mi nem azt nézem, fél érdekesség, de hogy így, oké, lehet, hogy... Egy év múlva figyelj, én nem szültem, és nekem is nagy. Na figyelj, azt tudjuk, hogy a te gyerekkorod az abszolút girl power. Tehát, hogy jól tudom, Dédi, igen. Anyu, igen. Két lány tesó. Igen, de annyi, hogy ugye a testvéreim, ők féltesóim, és ők apuval voltak, és apuval nőttek fel, úgyhogy így girl power, hogy ott van a dédim és anyukám, és én 19 éves koromig én velük éltem. Nem is, hogy volt kis külön szobám, hanem így együtt. Aha. Tehát, hogy együtt egy kisebb szobában. És apud? Apukám jól van, azóta beszélünk is, és egyébként talán annyi a változás most, tehát egy nagyon sok interjú készült, viszont korábbiakban mindig mindenkit megkértem, hogy apukámról senki soha ne kérdezzen, mert hogy nekem ő egy úgymond ilyen szívfájdalmam volt, hogy így nem igazán beszéltünk, sőt nem igazán, hanem abszolút nem beszéltünk 8 éven keresztül. Azóta minden a legnagyobb rendben, megbeszéltük az elmúlt évek sérelmeit, vagy ha ezt egyáltalán sérelemnek lehet nevezni, egész egyszerűen így család félrement a kommunikáció, egyik-másik személy nem adott át ennek-annak valamit, és akkor így mindkét oldalról ugye jött a sértődöttség, és nem kerestük egymást nagyon sokáig. Úgyhogy apukám van, létezik, él, nagyon jó van, és egyre jobb a kapcsolatunk is, úgyhogy most már így teljes egész szerintem a család. És nagyon örülök, hogy a gyermekeim már ismerhetik a nagyapjukat így az én oldalamról is.
Király, hát akkor gondolom nem egy kiló nagy titkalisztán ment a balhé a 8 évig, nem szóltatok egymáshoz, azért gondolom azért ennek volt, mert akkor a tesóiddal sem beszéltél, nem csak apukáddal, ugye, hanem a tesóiddal sem. Hát lényegében az apukám oldalával, tehát hogy a család oldaláról így senkivel. De közben te ugye megnyerted a szépségversenyeket, amiket mondtam az elején, tehát akkor az sem volt, hogy rád írt a tesót, hogy gratulálok, szép vagy nem tudom, vagy remélem, hogy nyomja a fejedet a korona semmi. Nem volt ilyesmi? Nem, ez 2011. november 2-a volt egyébként, tisztán emlékszem, amikor ez a kisebb félreértés úgymond így kialakult, és onnantól kezdve, hogy volt 2019. január 4-e volt, amikor a tesómmal hát összefutottunk, bár hozzáteszem, ezt is anyukámnak köszönhetem, úgyhogy azóta töretlen megint a kettőnk kapcsolata. De Reni abból a szempontból is sokkal közelebb áll hozzám, hogy együtt dolgozunk most már. Tehát, hogy tavaly június magasságában felajánlottam neki, hogy hát nekem mindig kell segítség, mert hogy elég sok szegmens próbálunk úgymond lefedni, ahogy említetted az elején, hogy több vállalkozásunk is van, úgyhogy kell a segítség. Végeztél műkörömsulit, kevesen tudják, de neked az első szépségverseny, amit megnyertél, az a Miss Plastic volt, vagy indultál? Igen, Miss Plastic volt. Akkor ezek szerint a Miss World-ön nem kizáró ok, hogy a plastikai műtéten estél át. Tehát, hogy ott a kiírás, vagy az alapkövetelménye az volt, hogy legalább egy szépészeti beavatkozáson essél túl, és akkor részt vehetsz ezen. De hogy az most a füled, nem tudom, egy picit megemeled a szemed, vagy nem tudom most, hogy nagyon... Neked más van műtve amúgy az orrodon kívül? Nem. Semmi? Gondolkozom. Nincs. Nincs. Egyébként valahol olyan óram volt, mint neked. Csak hogy nekem, nézd, neked is van egy portál. Ne. Nem tehetem. De mindenki ilyet akar műtetni magának, ne viccelj már. Gyönyörű, nem, várjál, mert még nem hagytam, hogy beszélj. Igen. Tehát neked is van egy porcelvállásod, de neked itt alul van. Egyébként a kisfiamnak pont ugyanilyen az orra, és apukámnak is. Csak annyi volt, hogy nekem, tehát nagyon széles volt a nózim, és nekem itt fölül volt a porcelvállás. Tehát, hogy Gerard Depardieu megvan, nem? Persze, még egy kicsit nehezen tudnak elképzelni téged meg őt. Majd mutatok egyébként fotót erről. Tehát, hogy konkrétan volt egy lyuk itt az orromban. Nagyon fura lesz ez a kérdés, és már amikor eldöntöttem, hogy ezt megkérdezem tőled, már azóta gondolom, hogy tegyem fel ezt úgy, hogy jó legyen. Csak úgy egyenesen, mondjál. Igen, csak hogy nyertél egy szépségversenyt, és arra vagyok kíváncsi, hogy most nyilván nem, jelenlévő kivétel tudod, hogy igazok azok a városi legendák, hogy nem csak szépséggel lehet nyerni szépségversenyt, hanem ha jól helyezkedsz, így úgy, amúgy, akkor... Ha ez, és ezen ennyit morfandírozta, hogy kérdezve... Igen, mert tudod, itt ül egy szépségkirálynő a kanapémon, és tudod azt, hogy megkérdezi, hogy figyelj, szoktak dugni a szépségkirálynők az első helyezettél? Azért az úgy elég kellemetlen, és nem akarom azt mondani, tudod, hogy azt mondod, hogy igen, akkor holnap megjelenik a címlap, hogy Kulcsár Edina is lehet, hogy dugott az első helyezettél, nem, és ezt nem szeretnéd. Nem. Hogy... Ez csak röhögnék rajta egyébként, úgyhogy ne aggódj. De nem, van ilyen? Biztos, hogy van, és én is hallottam egyébként. Tehát nyilván vannak ezek a legendák, ahogy te is mondtad, és én is azt gondoltam, hogy jó, hát hála Istennek, hogy engem ezek abszolút elkerültek, mert ez így volt. Tehát Isten lássa a lelkem, hogy ez így volt. Mind a Magyarország szépén egyébként, én ott nagyon féltem, őszintén szólva, mert hát nyilván azért hall ezt azt az ember. Ráadásul volt korábbi szépségversenyem, ahol indultam, és igazából mindenki azt mondta, hogy jó, biztos te fogsz nyerni, és hogy úristen, ilyen meg olyan szép vagy, blablabla, bla, bla. Meg hát őszintén szólva nem vagyok az a lány, aki nagyon, nem tudom, hasra esne magától, mert abszolút nem vagyok ezt, tehát azt gondolom, hogy én nagyon, tehát hogy nem járok a, nem tudom, az egekbe. És volt egy olyan verseny, ahol mindenki azt mondta, hogy tuti, hogy én fogok nyerni, és a végén, amikor mondták, hogy a második, és én lettem, akkor nem értettem, hogy akkor ki lesz az első, vagy hogyan, és akkor kiderült, hogy hát nyilván ott volt valami, de ott nem dugni kellett, ahogy te mondtad, most gondolkodtam, hogy mondjak, de hát ha már csak így mondtad, akkor... Itt nincsenek tabuk, mindannyian csináljuk, miért ne beszélnénk róla, tehát, hogy igen, ami nem azt, hanem, hogy na, érted, igen. Igen, nem menjünk jobban bele. Szóval, és ott például kiderült az, hogy a lányzónak az akkori barátja, vagy nem tudom, egy kicsit, de tehát bevásárolta magát a zsűritagba. Igen, meg hát egy nagy igazság, hogy általában akik megnyerik ezeket a versenyeket, nem ők szoktak haknizni a médiában azzal, hogy ő biztos valakivel valamit csinált azért, hogy ő legyen az első, hanem általában mindig a második, harmadik helyezett szokott ugye verni a palávert, hogy de azért nyert a Marcsi, mert megdugta a Pista, és akkor akármi. Igen. Miss World a számomra azért is a szívem csücske, mert ilyen abszolút nincs. Az utolsó előtti napon találkoztunk csak az egész
egész, tehát a úgy teljes egészében a zsűritagokkal, hát ebből kifolyólag nyilván előtte sem. Tehát, hogy ezt úgy képzeld el, hogy senkivel nem találkoztunk, egyetlen egy zsűritaggal sem. Úgyhogy nem volt ilyen, és még csak találkozni sem találkozhattunk senkivel. Minden apróságra figyeltek, arra is figyeltek, hogy hogy kommunikálsz a társaiddal, hogy mennyire vagy segítőkész. Tehát, hogy azért mondom, hogy egy roppant összefüggő sztori. Itt be voltak épülve közétek a zsűritagok? Igen. Tehát a csoportvezetőnk, ezt már egyébként utóbb tudom. Ez egy kicsit félelmetes. Jelentett. És egyébként ide tartozik az egyik sztorim is, hogy egyszer felhívtak a szobámban, tehát csörgött a telefon. Mondták, hogy lent a Miss World Office-ből telefonálnak, mert hogy érkezett egy csomagom. Hatalmas doboz volt, kinyitottam, és benne tele-tele ilyen gyönyörű ruhák, cipők, minden egyéb. És gondolkoztam, hát mondom, senki nem írta, meg hasonló, mondom, most tartsam meg, vagy ne tartsam meg, és így majd megfogtam magamat, visszacsomagoltam, és levittem az irodába, és mondtam, hogy bocsánat, de szerintem itt valami félreértés van. Ez is egy teszt volt? Én azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy utána mondom, fogtam magam a csomagot, visszacsomagoltam, levittem, és mondtam, hogy elnézést kérek, de hogy szerintem itt valami félreértés történt, mert senkitől nem várok csomagot. És mondtam, hogy bocsánat, mondom, nem szeretném megtartani, mert nem tudom, és hogyha mondom ezt senki, akkor legyenek kedvesek, és ajánlják fel egy olyan családnak, vagy egy lánynak, vagy bárkinek, aki tényleg rászoruló, és szüksége van ezekre a ruhákra, vagy cipőkre. Csak így láttam az arcukon, hogy hát jó, és akkor elmentek. Tehát, hogy, és utóbb igen kiderült, hogy ezek mind-mind ilyen tesztek voltak. És egyébként még számtalan ilyen volt, most, hogyha így visszagondolok, tehát még volt 2-3 ilyen hasonló sztori. Ez azért nagyon durva, félelmetes. Eddig még gondolkoztam azon, hogy jelentkezek szépségkirálynőnek, de most ezzel így lehet, hogy egy kicsit így, nem tudom így. Jó, de amúgy meg hány éves korig lehet 20? Most már azt hiszem, hogy kijebb tartják, 26, ha jól tudom. Semmi esély, semmi. Csak a korom miatt nem tudok jelentkezni. Na mindegy. Telt múlt az idő, ez volt 2014, ugye? 2016-ban ismerkedtetek meg Csutival? Egyébként nem, mert hogy akkor már 10 éve ismertem. Tehát, hogy mi egy baráti társaságba jártunk nagyon-nagyon sokáig. Csutit onnan ismertem, hogy így hetente, két hetente mindig új lányjal jelent meg így a baráti társaságban. Úgyhogy őt így kellett elképzelni. Biztos úgy gondoltál rá, hogy ő egy tökéletes férjelölt, nem? Nem, nagyon nem. Úgyhogy elég nagy kételjel indultam ennek a kapcsolatnak neki, és direkt kértem is, hogy azért várjunk azért egy-két hónapot, és nézzük meg, hogy esetleg 2 hét után is együtt leszünk. Hol volt az első randi? Az első randi? Hát kimaradt. Ez a klasszik dolog, tetszik, igen. Ki vagy, Csuti úristen, igen. Nem, de. Én voltam az, aki kértem, hogy ne, hát hiszen ugye, tehát 2016-ban azért már ott tartottam, hogy bárhova mentem, tehát megismertek az emberek, és pont ebből kifolyólag akkor elég friss volt, hogy az akkori, ne is beszéljünk róla, barátommal már akkor vőlegényem volt, tehát szakítottunk, és azért jó pár hónap eltelt, de hogy ez is január 15 volt az a sztori, amikor elmentünk a buliba, amiről nem beszélünk, mert mindenki tudja már, ugye? Beszélhetsz róla, de hát ez volt egy buli, ahol összegabajottatok, nem? Nem gabajottunk össze, csak ott találkoztunk, mert annyit kell tudni, hogy én amikor szakítottam az exemmel, akkor én a 17. kerületig menekültem, tehát azt tudni kell, én Csepelen nőttem fel, meg laktam, és én elmentem a világ végére, hogy senkivel ne találkozzak, még a barátokkal sem, mert nem is akartam hallani az exemről. Tehát, hogy nem mindegy, én ott elég komolyan lelkileg, meg mindenhogy így megkárosultam, tehát, hogy én abszolút kivontam magam úgymond a forgalomból. És akkor egyszer a lányok becsábítottak egy buliba, és akkor így összetalálkoztam a régi baráti társaságommal, azon belül is Csutival találkoztam először, amikor ott voltam. Tehát, hogy így kint álltunk ott a dohányzó részlegen, kimentem, és egyszer csak jött velem szembe, és úgy megörültem neki, leginkább azért, mert hogy mondom, 3-4 hónapig így abszolút elhatároltam magamat mindenkitől, és nagyon örültem, hogy egy ismerős arcot látok. Aztán talán mondta, hogy hív nekem taxit, amikor már mondtam, hogy későre jár, és mondom, egy óra mire hazaérek innen, tehát, hogy mondta, hogy jó, akkor hív nekem, kikísér, és amikor hazaértem, akkor konkrétan az volt az első, tehát kivettem a táskámból a telefonom, és ott van az üzenet, hogy na, hazaértél, minden rendben vagy, és akkor így mondtam, hogy hűha, hogy ez milyen udvarias. Hosszú idő után érezted, nem, hogy valakit érdekel, így van, így
van. És akkor másnap felkeltem, és konkrétan azon vettem magamat észre, hogy hívott, vagy nem, bocsánat, üzenetváltásban voltunk a Csutival, de már, tehát, hogy már égett a kezem a telefontól, mert annyira nagyon füstöltünk, és mondtam, hogy jó, akkor beszéljünk inkább telefonon. Akkor utána a fülemen égett a telefon, mert hogy annyit beszéltünk, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor menjünk vissza, nem tudom, bementünk a Gosduba, és hogy ebédeljünk együtt. És tehát lényegében nevezhetjük azt elsőrendinek. Na, most, hogy így gondolkozom. Na, de... ugye, csak volt értelme akkor még egyszer elcsinálni ezt a buli sztorit, de kiderült, hogy hol randiztatok először? Hát akkor még nem randinak indult egyébként, csak hogy így találkoztunk, és akkor szerintem már a Csutiban is felmerült az, hogy na hát akkor lehet, hogy ebből lehetne valami, de mindketten azért fenntartásokkal voltunk a másik iránt. Szóval igazából itt kezdődött az egész, utána akkoriban volt a showroomom, akkor oda felmentünk, ott büszkén bemutattam, hogy mind dolgoztam az elmúlt hónapokban, és akkor elkezdte lapozni a naptáramat, én közben csináltam ott a dolgomat, és mondtam, hogy menjünk lassan. És mondta, hogy jó, hát még körbenéz, megnézi ezt-azt, elkezdte lapozni a naptárt, január, február, március, és akkor egyszer csak annyit hallottam, hogy na jó, menjünk, és így le... a naptárat szó szerint, tehát jól odavágta az asztalra a naptárat, és ilyen nagyon, nagyon ki volt tagad, hogy jó, azonnal menjünk, de ilyen teljesen megváltozott, még a hang nem, meg minden. De mondom, Csuti, mi a baj? Mondom, nekem itt még van dolog, menjünk már, légy szíves. És megint megkérdeztem, mondom, légy szíves, mondom, nem meg, hogy mi baj, mondom, semmi nem volt. És akkor mondhatok mindent? Nem lesz csúnya. De jó. Mondtam, hogy nincs tabú. És annyit, ezt mondta, jó, felállj meg. Ezt mondta a liftben, és akkor így elröhögtem magam, így lenéztem, hát nyilván elpirultam, zavaromban, nem tudtam, mit csináljak, és akkor mondom, jó. És akkor, hát a Csuti azt mondja egyébként, hogy biztos direkt csináltam, de hogy a kocsiában felejtettem valamit. Ő azt mondja, hogy direkt hagytam ott, tehát utána elváltunk, majd utána 5 perc múlva hívtam, hogy figyelj, mégiscsak össze kéne még futnunk, mert hogy a kocsitban maradt egy zacskom, ami nekem nagyon kell. Nem direkt volt? Nem, esküszöm. Úgyse hiszi el senki, igen. Esküszöm, bevallanám, én mindent bevallok, úgyhogy nem direkt volt, és akkor még összefutottunk, és akkor még ilyen kis lopott érintések, meg ilyen volt, de akkor sem volt még se csók, se semmi. Tipitapidino, igen. Semmi. És akkor ez volt azt hiszem egy szombati napon, vagy vele, hogy így, akkor vasárnap nem találkoztunk, és egy hétfői napon megbeszéltük, hogy együtt lemegyünk edzeni az edzőterembe, és akkor már úgy mentem, hogy átmentem hozzá, ott hagytam a kocsit, egy kocsival mentünk, visszamentem, mondtam, hogy jó, hazamegyek, akkor fürdök, de hát nála is van fürdőkád, akkor miért nem fürdök ott? És akkor lefürödtem minden, és akkor ott megtörtént az első csók, meg egyébként minden más, és szerintem 2 nap múlva nála laktam. Igen, de jó. Ez a mi kis történetünk. És mennyire rájött a Medi? Sok. Egyébként, vagy sok, hát 2018, mikor született a Medi? Azt nem... 2018. szeptember, igen, 2018. januárjában, ott hiszem valahogy ilyen másodikán volt, hogy pozitív tesztet csináltam, de azt tudni kell, hogy mi nagyon sokáig próbálkoztunk, mert nem akart összejönni, de most már tudom, hogy miért, tehát volt azért a kapcsolatunkban egy pár hónap, ami ilyen kicsit ilyen hullámvölgy volt, azért én sem voltam lelkileg még a toppon, amikor összejöttünk, tehát sok idő volt. Meg is ütötte többször a fülemet egyébként, hogy akárhányszor az exedre utaltál vissza, vagy mindig egy grimasz, vagy tehát, hogy azért a hangsúlyból is érezni lehetett, hogy azért akkor ti nem úgy váltatok el, ugye, hogy akkor szép volt, jó volt, menjetek, akkor ez nagy balhé volt ezek szerint, legalábbis te nagyot sérülhettél, hogyha én még ennyi év után és akkor most lapozzunk. Ennyi? Aha, igen, nem szeretnék róla beszélni. Akik tudják, hogy mi történt, azt mondták, vagy azt kérdezték, hogy épp még az agyam, tehát hogy nem vagyok bolond, és nem vagyok, nem tudom, egy szanatóriumban valahol, mert hogy sokan, tehát mind anyagilag is sérültem, és mind érzelmileg, tehát mindenki azt mondta, hogy hát ő a negyedétől már totál kész lenne. Vannak azért olyan dolgok, sőt, én amúgy mindenre azt mondom, hogy nem bánom. Tehát, hogy minden úgy jó, ahogy egyébként történt, mert nagyon-nagyon sokat, rengeteget fejlődtem általa, és nagyon erős is lettem, de valahol amúgy egy ilyen érzéketlennek tűnő valaki is vagyok, pont azért, mert olyan falakat húztam magam köré, hogy nagyon nehezen tudom kimutatni például az érzéseimet. Tehát, hogy így... Ez a határozottságod egyébként, ez érződik, és igen. A képernyőn is, tehát benned minden benne van, amiben ugye az átlag ember szerint nem kéne, hogy benned legyen, mert te nő vagy, neked törékenynek kéne lenned szülni 20-at és otthon lenni. Neked ez lenne a dolgod, mert hoz világra még egy magyart.
Ennek ellenére ezzel te szembe mentél, te vállalkozol, te határozott vagy, te helyre teszed dolgokat, véleményed van, és ezt az emberek nem szeretik, és én tudom, hogy egyébként mire gondolnak. De akkor ez ezért is van, mert hogy a kapcsolat, az előző kapcsolatodban... Én azt gondolom, hogy igen, meg valahol szerintem azért így, hát hogy fogalmazzak, szerintem valahol a családom miatt is, nem anyuma mire gondolok, hanem az apukámék oldaláról, mert hogy ott azért nem tudom, én mindig valahogy úgy éreztem, hogy én ilyen mostoha gyerek vagyok, vagy bármi hasonló. Voltak ilyen apróbb jelek is, aztán lehet, hogy ezt csak én láttam bele, de szerintem ott kezdődött leginkább. Na, hát közben volt itt egy kis technikai szünet, mert hát vannak olyan személyek, akik nem tartják tiszteletben ezt a műsort, és jönnek, és már sztárok akarnak lenni, megadjuk a lehetőséget. Hát igen, hárman lettünk, azt nem látjátok. De igen, ott, itt a lába. De ott a lába, úgyhogy hát úgy van igazából, hogy dupla gázsér az Edina meg is mutatta volna, de hát annyi pénzem már nem. Mi van, gázsi? Volt. Nincs. Nincs. Nem volt tudtam neki. Róla. Bocsánat, azt mondod, nincsenek tabuk, úgyhogy ezért mertem ide behozni. Ebben a műsorban abszolút nincsen tabu, meg hát figyelj, igazából igen, ennyi. Ez elég életszerű, hát hiszen nemrég szültél, gondolhattuk, hogy egy adott ponton igen, hogyha ráadásul szoptat is, akkor megjelenik. Mi az ő teljes neve? Szabó Kulcsár Nina. Csak a Nina? Nina. Ennyi? Ja, azt hittem, van, nincs még, van második. Még valami. Imádom, ez ennél exkluzívan, nem lehetne a dolog. Honnan jött egyébként a Maddox név, meg a Nina név? Húha, Maddox. Maddox név úgy jött, hogy ültünk otthon, én igazából kijegyzeteltem az összes számomra úgymond tetszetős fiú nevet, amiből nem volt túl sok, tehát hogy nyilván kislányból jóval többet találtam, de hát az első gyermekünk ugye fiú lett, és akkor úgy átadtam Csutinak a telefonomat. Én egyébként már bejelöltem magamnak, vagy így mondtam magamba, hogy nekem mi, és ő is egyből erre mutatott rá. Tehát, hogy mi előtte azért meg beszéltük, hogy nagyon különleges nevet szeretnénk, egy vagány nevet szeretnénk, mert valahogy a kisfiunkat is így képzeltük el, hogy ilyen lesz, és akkor így egy hozzáillő nevet szeretünk volna. Plusz nyilván abból adódóan, mert hogy közszereplők vagyunk, így szeretünk volna arra is figyelni, hogy nem nagyon legyen még olyan nevű kisgyermek, főleg így a közszereplők gyermekei körében, akit ugyanúgy hívnak, mint a miénket. Tehát, hogy így ebből a szempontból egy picit meg voltunk lőve. De milyen fura, hogy a névválasztásnál is figyelembe kell azt venni, hogy azért a ti életeteket többen követik, mint mondjuk Marikájét a nem tudom, a Mátyás térről. Tehát, hogy ez olyan fura, nem, hogy... Igen, valahol meg most már őszintén szólva így abszolút hozzászoktam ehhez az élethez. Nekünk ez tetszik. Tehát mi vagyunk a szülei, hál' Istennek miénk a jog, de hát, hogy azt csináljuk, amit, vagy azt olyan nevet adunk neki, amilyet mi szeretnénk. Jó, de egyébként tök, hogy te hoztad ezt fel, mert hogy az Instagramon nagyon aktívan jelen vagytok, nem csak ti, hanem a gyerekek is, és ez miatt rengeteg támadást kaptok. Tehát az, hogy van, aki ugye... Nem rengeteg, csak egy nagyot kaptunk. Tehát van két réteg. Van, aki azt mondja, hogy miért ne, és van, aki azt mondja, hogy úristen, ez kb. Felér a nem tudom, a pokollal. Tehát, hogy azért Kulcsár Edináig nem nagyon tudnak úgy bármit csinálni, hogy arról ne tudjon mindenki. Na neked erről mi a véleményed? Te hogy látod, hogyha a gyerekeid fölnőnek, akkor ők mit fognak mondani? Nekem az a vélemény, mi nagyon-nagyon sokáig gondolkodtunk egyébként a Csutival ezen, leginkább ugye amikor még Medike megszületett volna, hogy akkor ezt miként és hogyan fogjuk kezelni. Aztán hozzáteszem, mindig változik ez. Tehát, hogy vannak olyan, főleg itt a legutóbbi agymenéseknél, ugye nem is mondom ki a nevét. Én nyugodtan kimondhatjuk, mert videót is készítettem róla. Tehát, igen? Hát igen. Nem. Igen, amikor belétek állt, van a Tibi Atya nevű mémoldal, és ő elég durván belétek állt. Van amivel egyetértek, viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy egy, ti vagytok a szülei, az, hogy a te esetedben azt gondolom, hogy kiemelni azt egyedül, hogy te
való vagy, szerintem az férfiatlan, és nem biztos, hogy ez az egyetlen egy pozitívum. Úgy, hogy akkor még mindig várandós vagy. Igen, és ráadásul bóknak is fölfoghatod. Tehát, hogy... lehet, csak onnantól kezdve, hogy a gyerekemet, meg nem tudom, meg nem nekem engem egyébként utóbb világosítottak fel, tehát legelső cikknél, vagy blogbejegyzésnél, vagy nevezzük bárminek, amikor ez lejött, akkor én csak az első negyedét olvastam el, mert hogy úgy felidegesített egyébként, és nem is emiatt, tehát ő leginkább amiatt van ki, hogy mi a gyerekkel reklámozunk. Nem igaz. Tehát, hogy mi abszolút elhatárolódunk ezektől a reklámoktól, arra gondol, ami hogy a gyerek... Hogy a gyerekkel, tudod, mindig azt mondja, hogy a kiskutyával, a kisgyerekkel mindent el lehet adni, hogy ti a gyerekeiteket kiteszitek, ezáltal sok követőtök van, ezáltal nyilván nagyobb a reklámértéketek. De a gyerek előtt is léteztem, és nem 2018. szeptember 14-én lett ez az 500 ezer követőm, mert akkor is már, nem tudom, 490 ezer követőm volt, vagy valahogy így. Tehát, hogy nem a gyerek miatt vagyok az, vagy ír annyit. Szóval igen, tehát hogy én elhatároztam, hogy abszolút magamat fogom adni. Szeretném úgymond megmutatni, hogy milyen vagyok én, milyen a gondolkodásom, a családom iránti szeretetem, és a többi, és a többi. És igazából így kialakult egyfajta irányozó oldalamon. Tehát, hogyha megnézed, akkor nem figyelek oda, hogy milyen a feedem, meg hogy nem tudom, gyönyörű, szép legyen, hanem ténylegesen én vagyok. Hogyha adott napon, nem tudom, rossz napom van, akkor azt is vállalom, ha jó napom van, azt is, ha... Tehát, hogy tényleg mindent, és ezt csak azért mondom, mert nyilván, tehát onnantól kezdve, hogy a családom szeretetét szeretném úgymond átadni, néha-néha, nyilván nem minden posztom erről szól, de hogy azért elég sok, úgy azt gondolom, hogy a gyerekek ugyanúgy részesei, sőt, igazából most, hogy anyuka lettem, vagyis egy két évvel ezelőtt, Nina... Jaj, de keserves, igen... Igen. Tehát, hogy nem tudnám mész anyához? Mész anyához? Megnézzük ott milyen, ott mégiscsak van cici, igen. Hát de most nem adok. Most nincs cici. Most volt cici. Nem, ő szeret járkálni. De nem érzed úgy, hogy ő ebben sérülhet? Vagy felnőtt korában esetleg ez visszaüthet? Nem, én azt gondolom, hogy vagyunk annyira értelmesek, opszi, most megfejeltél. Vagyunk annyira értelmesek Csutival együtt, hogy el fogjuk tudni nekik majd magyarázni, hogy mit miért. Viszont, mivel mi ennyire jelen vagyunk a médiában, tehát, hogy attól, hogy gyerekünk van, akkor ezzel egyidejűleg, akkor... Azért csak, hogy halljunk titeket. Igen, akkor a személyes jelenlétemet is le kellene, hogy állítsam az oldalamon. Tehát, hogy ahogy engem megismertek az emberek itt az elmúlt évek távlatában, pont olyan lenne, mint ha köpnék egyet, és aláállnék, hogyha nem mutatom a gyerekemet. Tehát, hogy én hiszen egyik kezedben mindig van egy gyerek. Tulajdonképpen. Igen, de nem, hanem, hogy én tényleg azt kommunikálom a kezdetek óta, hogy én abszolút magamat adom, semmi titkom nincsen, mindent megmutatok, úgymond, és hogyha egyébként megnézed a feedemet, mondjuk az Instán, akkor nagyon-nagyon próbálok arra figyelni, hogy csak egy idő elteltével. Tehát, hogy nem minden posztom a gyerekekről szóljon, hanem leginkább, tehát mondjuk 80%-ban rólam szóljon, és mondjuk a többi 20-ba, 10-be a gyerekek, meg a családom, de hogy nem tudom, nekem ez a természetes, tehát hogy fantasztikus dolog anyukának lenni, két fantasztikus, gyönyörűben, nyilván mindenki így van a gyermekére, de hogy én büszkén mutatom őket, mert hogy annyira kis cukik. Én ezt, szerintem ez egy kicsit túl lett tolva a Tibi atya részéről ez a rész, mert nyilván van igazság abban, és szerintem abban talán egyetértetünk, hogy van igazság abban, amit ő mond, csak nem biztos, hogy jó ajtón kopogtatott veletek kapcsolatban, mert hogy nem biztos, hogy ti vagytok annak az élő példája, ami ellen ő egyébként felszólal. Igen, és egyébként pont most jutott eszembe, hogy hol hagytuk abba itt a technikai szünet, már megint egy puki volt. A technikai szünet előtt, akkor kezdtem elmondani, hogy van ugye egy média és marketing ügynökségünk, tehát hogy abszolút belelátunk ebbe az oldalába. És lehet, hogy ő vagy különböző emberek azt gondolják, hogy mi felhúzzuk az oldalunkat a gyerekekkel, vagy ugye, mert ugye ez volt a mondani való lényege, de aki megrendelő úgymond, tehát hogy aki felkér minket arra, hogy adott terméket, vagy bármi egyebet promozzuk, nyilván nem vállalunk el mindent, tehát azt gondolom, hogy a felkéréseinknek konkrétan a
10%-ának teszünk eleget, ha nem kevesebbnek, tehát hogy tényleg nagyon, nagyon megválogatjuk a partnereinket, meg hogy ne legyen sok sem. Kettő, akik jelen vannak úgymond a social médiában, most brandekre gondolok, akik megkeresik az influencereket, hogy influencer marketinget csináljanak velük, azok tudják, hogy tehát hogy ők nem az én oldalam statisztikáit kérik be feltétlenül, hanem különböző hirdetett posztoknak kérik el a statisztikáját, hiszen mi nem szerepeltetjük ugye a gyerekeket semmilyen hirdetéses jellegű posztunkba, és ez nem állja meg a helyét egyébként Tibi atya oldaláról sem, sőt sehol máshol, hiszen nyilván nem lehet egy olyan posztot alapul venni, ahol mondjuk a gyönyörűen, most pont a tegnap esti posztom, ahol nem tudom én, szívtipró módjára néz a kamerába Medi, meg nyilván keresztbetett lábakkal, igen, meg nyilván egy olyan posztot, ahol mondjuk én egy magam vagyok, és egy terméket fogok a kezembe, tehát kettő teljesen különböző kontentről beszélünk, bocsánat, tartalomról. Hol tart ez az ügy, mert tudom, hogy akkor, hát te már azért szinte a lába kint volt. Igen. Vagy feje kint volt, vagy bármilyen, tehát hogy valamán majdnem kint volt, amikor volt ez a balhé, és azért ott eléggé fölhúztad magad. Én, az a legutóbbi, amikor volt már megint egy olyan, amiért már megint rágalmazásért egyébként abszolút megállná a helyét a perünk vele szemben, az volt, hogy Kulcsár Edina rendőröket küldötte, nem tudom kinek egyik a nagy... Egyik nagymamájára. Kicsi baba, odaadjunk a nagymamádnak, aki járkál veled? Tehát akkor ti tettetek egy feljelentést? Persze, hát azt gondolom, hogy életem első tett feljelentése volt, mert egyébként nyilván számtalan alkalmam lett volna korábbiakban ett a gyönyörű cikkek, meg minden hasonló, de ez volt az első, és egyébként pont, hogy ő hozta föl a gyereket, meg szerepeltette, nem tudom, ugye csinált ilyen montázsokat, meg minden hasonlót, és alkohol mellé tette a gyereket, meg tehát, hogy ilyen dolgokat csinált, de hogy tehát, hogy ő akar, tehát, hogy pont, hogy azt írta, hogy a gyerek sérül ebben, közben pont, hogy ő idézte elő egyébként ezt az egészet, mert hogy a gyerekünkről ír, és egyébként, tehát hogy ő az, aki ezt az egészet így felhájpolta, vagy akár megint visszaköthetünk a legutóbbi dologhoz, hogy a nagymamájára küldtem a rendőröket, felhívtam, persze ez pont így, tehát lejátszottuk nyilván a csutival nem, is. Nyilván és ezt már az ő követői is írták. Igen, Kulcsár Edina vagyok, azt szeretném kérni, hogy menjenek már ki oda, mert tudom, hogy van ott egy idős néni, és akkor majd jól ijesszünk már rá. Persze, logikus. De ezt már az ő követői is írták, hogy figyelj, nagyon gáz, ahogy ezt megfogalmaztad, meg a szalagcím, meg a clickbait, tehát hogy ezt már szerintem ő is érezte, hogy sok volt. Az influencerkedés azért Magyarországon egy olyan foglalkozás, vagy hogy egy olyan hát fogalom és foglalkozás, ami azért itthon nem annyira pozitív. Tehát, hogy az influencer, van, aki azt mondja, hogy véleményvezér, de többen inkább azt mondják, hogy ők az ingyen élők. Te erről mit gondolsz? Egyébként azt gondolom, hogy sokaknak igaza van azzal, hogyha azt mondják, hogy ingyen élők, de itt sem lehet általánosítani mindenkire. Tehát onnantól, igen, tehát egy pár éve én is észrevettem, hogy akiket nem tudom, ezren követnek, és akkor oda van írva, hogy nem tudom, hogy az oldal esetenként tartalmaz szponzorált jellegű tartalma, vagy mit tudom én, valami ilyesmit, mert hogy ezzel próbálják a fiatalok egyébként azt elhitetni másokkal, hogy ők influencerek, és hogy ők kapjanak ingyen termékeket. Tehát, hogy igen, ezt még nem hallottad? Nekem nagyon furcsa, hogy én nem nagyon reklámozok az oldalaimon, vagy hogyha igen, akkor azok mindig nagyon hosszú távú, és inkább nekem partnereim vannak, meg így van. Tehát nekem nem ilyen cégek vannak, és én mindig nagyon elkötelezem magam felé, akivel szoktam. Szóval nagyon vegyes érzések vannak bennem. Egy igen, tehát amit mondtam, hogy azt gondolom, hogy az esetek többségére lehet azt mondani, hogy azok. Nyilván most így a kisebb influencerekre gondolok, vagy igen, influencerekre. A másik meg azért nem tűnik ez olyan nehéz melónak, tehát hogy amikor mondjuk azt látom, hogy nem tudom, van a kezedben egy szelet csokoládé, és azzal kell fotózkodni, nem olyan tudod, mint hogyha a két műszakot toltál volna egy gyárban. Hogy mondja, átlagban elmondhatjuk, hogy azért mégsem egy bányameló. Tehát, hogy azért annyi... Nyilván, tehát azért nem bánya. Na, jó, mert tényleg, van, aki úgy adja elő, hogy úristen, hát én teljesen kivagyok, meg egész nap dolgoztam, és mivel foglalkozol? Influencer vagyok.
Ja, oké, jó, rendben. Egyetlen egy dologra nem is én, hanem a Patrik volt nagyon kíváncsi, és kérte, hogy kérdezzem meg tőled, hogy milyen az Edina, amikor dühös. Ő erre kíváncsi, hogy milyen amikor vagy, amikor dühös, hogy is veszekszel, amikor így... Figyelj, szerintem hívd meg a csutit, és akkor ő ezt nagyon szépen ki fogja fejteni. Te van tányérdobálás? Dehogy is, nem. Szerintem az még belefér, Nem, másikat bántani, fér. Ne viccelj tányérdobálás, amikor ilyen nagyon ilyen teátrálisan azt mondod, és hogy erre se tudsz odafigyelni, és földhöz vágsz a tányér. Ez a mondat minden nap elhagyja a számat. Erre sem tudsz odafigyelni. Ez tipik. Tudom, nálunk is. Tehát, hogy igen. De nem, tehát, hogy ilyen nagyon durva összevezések nincsenek. A csuti inkább, aki egy kicsit ilyen vehemensebb, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy a gardrob szobánknak az ajtaja szerintem elég sok szerénkben benne van, az így be van verve. Az a csuti volt az első, nem tudom, 3 hónapban. Azt hiszem, hogy azzal, hát a lányoknál szerintem elég sűrűn van az, hogy tudod mit, akkor elmegyek, összecsomagolok, és itt hagylak, és akkor szerintem valami hasonlót adhattam éppen elő. Mert mondom, az eleje azért ilyen hullámvölgy volt, és akkor nagyon mérges volt, és akkor belevert az ajtóba is, hát látszik is. Szóval én nagyon kis viccesen szoktam veszekedni, ezt mondd meg Patriknak. Tehát, hogy én nem. Tehát a csuti egy kicsit jobban beleszokta magát így hergelni a dolgokba, de van olyan, amikor én. Tehát, hogy... Nem érzi a sose a csuti egyébként, hogy ő a kulcsár csuti? Tehát, hogy ő az, aki igazából úgy vált híressé, hogy téged megismertünk, és mint a kulcsár Edinának a férje, a párja, a gyerekeinek az apja? Tehát, hogy ő ezt nem szokta érezni, vagy nehezményezni? Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy ő pontosan tudja, hogy ki ő, mi ő, honnan jött, és mi által lett úgymond híres, és figyelj, ő egy roppant értelmes, nagyon okos ember egyébként, én ezt is, többek között ezt is nagyon szeretem benne, és egy nagyon-nagyon vicces, és nagyon bohókás, egy ilyen nagyon vagány valaki, tehát, hogy ő pontosan tudja azt, hogy miből, vagy hogyan. Na jól van, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és tényleg, hogy egy kis... Bocsánat, hogy ilyen kaotikus állapot. Hogy tényleg egy kis megnyomkodhattam. Csuti meghívott egyébként, hogy a kész a házatok, mondta, hogy mehetek majd babázni, úgyhogy szabadon foglak titeket. Nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek, és hogy velünk tartottatok. Hát azt gondolom, hogy ez minden szempontból egy rendhagyó adás volt. Ne felejtsétek el, egy kanapén minden héten itt a Showtime YouTube csatornán. Föl kell iratkozni, meg lájkolni, meg kommentelni mindenhova, mert tudjátok, hogyha nem iratkoztok fel, nem lájkoltok, akkor egy influencernek meghal egy kis nyuszia. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nem biztos, hogy a tiéd, de valamelyik influencer ennek valahol biztos meghal egy kis nyuszia. Remélem, nincs kis nyuszia. Erről te nem hallottál? Nem. Látod? Ne, föl vagy iratkozva rám? Nem. Aha, szégyeld össze magadat, akkor... Te is csak január óta követsz? Aha, értem. Na jól van, Edinára ne tessék feliratkozni, csak rám. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Bodlom.